Morvai Krisztina vagyok, a Jobbik Európai Parlamenti Választási Listájának a vezetője. Folytatnánk ma azt a sorozatot, amit két alkalommal ezelőtt elkezdtünk, tehát európai uniós témák, az európai értékrenddel, alapértékekkel kapcsolatos témák, emberi jogok, kezdtük ugye a munkavállalói jogokkal, a munkavilágával, folytattuk a föld, vidék, élelmiszer önrendelkezés, és ma kerül sorra az örgés oka, hogy könyvet is hoztam, elméleti könyvet segíteni a szerkesztőket a nemzeti önrendelkezés kérdéseiről, ugye különös tekintettel az elszakított területen élő magyarokra, aktualitása is van a témának, hiszen örömömre Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy követeljük a kárpátaljai magyarok nemzeti önrendelkezését. Ez volt a nagy örömöm Orbán Viktor tegnap esti bejelentéseiből, viszont rendkívüli módon megrázott, hogy azt mondta a miniszterelnök, hogy a Jobbik hazaárulókat akar kiküldeni Brüsszelbe. Ezt kikérem magamnak, visszautasítom a többi listán szereplő politikus nevében is, és azt kérem Orbán Viktortól, hogy gondolja meg máskor, hogy milyen kijelentéseket tesz, és szégyelje magát emiatt a kijelentés miatt. Mielőtt belekezdenénk a nemzeti önrendelkezés és emberi jogok témába, pontosabban fogalmazok, a nemzeti önrendelkezés, mint emberi jog, hiszen pontosan az a célunk, hogy a politika mezejéről az emberi jogok mezejére térítsük át ezt a témát. De ezelőtt, mint emberi jogokkal foglalkozó jogász, és úgy is, mint jelenlegi európai parlamenti képviselő, aki az egyik magyar tagja a LIBE bizottságnak, azaz a Szabadságjogi Rendészeti és Igazságügyi Bizottságnak, úgy érzem, hogy erkölcsi, hivatásbeli, mint jogász, kötelességem, hogy foglalkozzak azzal a helyzettel, ami ma már a Magyarországon kialakult itt ebben a választási kampányban, illetőleg azzal összefüggésben. Úgy érzem, hogyha a magyar emberek párthovatartozása tekintet nélkül nem parancsolnak megállt azoknak a folyamatoknak, amik elindultak, akkor Magyarország közvetlen emberi jogi krízis helyzetbe kerül. Miről van szó? Arról, hogy az emberi jogok súlyos korlátozás alá esnek ebben az európai parlamenti választási kampányban. Most már odáig fajult a dolog, hogy nyilvánvalóan koncepciós büntetőeljárás is kezdődött, illetőleg olyan büntetőeljárás európai parlamenti képviselő ellen és jelenlegi európai parlamenti képviselő jelölt ellen, amelyben semmiféle bizonyíték nem áll rendelkezésre, gyakorlatilag az emberi jogokat megcsúfolva a bűnösség vélelmét állították fel, az ártatlanság vélelmével, mint eljárás. Járásjogi és emberjogi alapelvvel szemben, aminek a lényege ugye az, hogy senki nem tekintető bűnösnek addig, amíg jogerősen a bűnösségét be nem bizonyították, és az úgynevezett indubio pro reo elve, ami azt jelenti, hogy a kétséget kizáróan a terhére vagy a kétséget kizáró bizonyítékokat, a kétséget kizáróan nem bizonyítható tényeket a terhére értékelni nem lehet. Más megfogalmazásban és ezzel összefüggésben a bizonyítási teher a hatóságokon van, és nem pedig a megvádolt vagy meggyanúsított személyen, hogy az ártatlanságát bizonyítsa. Tehát ez egy olyan rendkívüli súlyú emberi jogi jogsértés, amelyet az 50-es években tapasztaltunk, ugye idősebb emberek látták azt, hogy ezek az ilyen furcsa kémügyek hogy szolgáltak politikai céloknak az elérésére. A másik fontos emberi jog, amelynek a durva korlátozását tapasztalom, az a sajtószabadság. Nyilvánvalóan irányított módon, hiszen én közvetlenül is tapasztalom azt a szerkesztőkkel találkozva, hogy igenis értelmiségi emberekben van érdeklődés az iránt, hogy milyen programokkal állnak elő az egyes európai parlamenti választásra készülő pártok, mik az értékrendjük, milyen témákat hozunk föl, és úgy tűnik, hogy meg van kötve a kezük, csak a különböző botrányokkal foglalkozhatnak, mint amilyen volt ugye a köpködés gét, ami változatlanul tartja magát, most a Kovács gét,
ami láthatóan a sajtószabadságnak a korlátozása, és összefüggésben van egy más alapvető, klasszikus emberi jognak a korlátozásával, ez pedig a választás szabadsága, a választáshoz való jog, hiszen különösen korszerű értelemben ez nem csak azt jelenti, hogy nem korlátozzák a választópolgárt abba, hogy elmenjen a szavazóhelyiségbe és szavazzon, vagy hogy az állam kvázi biztosítja ennek az adminisztratív lehetőségeit, hanem az információhoz jutást is ma már emberi jogként kell értelmezni, a választások szabadságával összefüggésben is. Tehát nagyon eldurvult a helyzet, és hogy itt milyen okozati összefüggést látok, ami látszólag pártpolitika, amivel én nem szeretnék foglalkozni, de én igenis emberi jogi összefüggésnek látom. Ahhoz kérem szépen munkatársamat, Dobos Zoltánt, hogy indítsa el a bejátszást. Megdöbbenésemre tegnap az ATV műsorában a Civil Összefogás Fórum, azaz a CÖF szóvivője, tehát nem akárki, hanem a CÖF szóvivője a következőképpen nyilatkozott. Egyébként ez egy ismert jobbikos álláspont, hogy az MSZP és a Fidesz összezár, de hadd kérdezzem meg csak csöndben és bátortalanul, miért lenne egyébként jövőre nézve az rossz, hogyha olyan helyzet állna elő, mint például Németországban, hogy a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták együtt tudnak kormányozni. Tehát ezt amit... a CÖF-től lehetne megkérdezni, mert a CÖF nagyon nem szerette a baloldalt, tehát ellene folytatott kampány. Hát nem az egész baloldal ellen, hanem bizonyos személyek ellen. Az volt az imázsépítés, hogy a baloldal az bűnöző. Hát én legalábbis ezt láttam a plakátokon. Jó, akkor ezt így is értelmezhetjük. Én visszatérek a saját gondolatomra. Tehát miért ördögtől való az a gondolat, hogy együtt fognak majd valamikor kormányozni nagy koalícióban azok a pártok, amelyek most acsarkodnak. Egyébként a CDU és az SPD is acsarkodik. De Magyarországon el tudnád fogadni a nagy koalíciót? Teljes mértékben. Jó. Nos, hát nekem is sok Fidesz szavazó barátom, ismerősöm van, érdeklődéssel várom az ő reakcióikat, hogy ők mit gondolnak arról, hogy a Fidesz és az MSZP, hát ezek szerint nyíltan nagy koalícióra készül, ez a Fidesz szavazóknak a belátására van vízva, hogy ők erről hogy gondolkodnak, ez politikai kérdés, ezzel én itt hangsúlyozottan nem szeretnék foglalkozni, mi ebben az emberi jogi kérdés? Az, amit az 50-es években az idősebb magyar emberek megtapasztaltak, hogy az emberi jogok durva korlátozására célhoz kötötten került sor, tehát nem csak úgy, hanem politikai megrendelésre, egy bizonyos politikai érdek kiszolgálása érdekében. Most erősen úgy tűnik, hogy a közvetlen cél, a rövid távú cél, az annak az elérése, hogy a Jobbik mindenáron való, legképtelenebb vádakkal való lejáratásával, és ennek a folyamatos, a sajtó általi közvetítésével, sugárzásával, mint egy felemelni az MSZP-t, hogy minél jobb eredményt érjen el a választásokon, lehetőség szerint második helyen legyen az európai parlamenti választáson. Ennek a hosszabb távú célja pedig nyilván egy menetelés az itt megismert cél felé, hogy tudnélik együtt kormányozhasson a Fidesz és az MSZP, a távlati cél pedig nyilván, hogy így együtt, összefogva szolgálják ki a magyar állampolgárok sérelmére, adott esetben saját jelenlegi szavazóik sérelmére is az Európai Uniós és washingtoni globalista érdekeket, a nagy tőke, a multik és a bankok érdekét. Felidézek egy beszélgetést egy kedves ma már nem élő professzorommal, jogász professzorommal, aki elmondta, hogy őt nagyon foglalkoztatja az, hogy az 50-es években, meg egyáltalán a különböző diktatúrákban hogyan is ment keresztül az a döbbenetes akarat, a totális terror irányába menő akarat. És hogy bizony, sok-sok láncszem volt, sok-sok csavar volt abban a gépezetben. Azok a határozatok, amelyekkel embereket kitelepítettek, azokat ugye az államigazgatásban valaki meghozta, aláírta. A sajtó munkatársai alárendelődtek a célnak, szolgálták a célt. És így tovább. Tehát azt látom, hogy nagyon rossz folyamat indult el, ennek a gépezetnek a fogaskerekei beindultak. Úgy gondolom, hogy emberi jogokkal foglalkozó és a jogtörténetet is ismerő jogászként
hiszen itt sokkal többről van szó, mint arról, hogy hányan jutnak ki az Európai Parlamentbe. Kötelességem felhívni a magyar emberek figyelmét arra, hogy ezt a folyamatot most még gyökerében el kell vágni akkor, hogyha nem akarnak csengőfrászos időket, hogyha nem akarják azt, hogy az 50-es évek visszatérjenek Magyarországra. És ezek után áttérnék az eredeti témára, hangsúlyozott sajnálatos módon ezek a sajtótájékoztatók sem jönnek át, a föld téma se jött át kellőképpen, a munkavállalói téma se jött át kellőképpen, de én nem adom föl, és akkor belekezdenék abba, hogy az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Egyesség okmánya mindjárt az első cikkében kimondja, hogy minden népnek, minden nemzetnek joga van az önrendelkezésre. Az önrendelkezés tehát nem valamiféle ajándék, amit vagy megadnak, vagy nem adnak meg a többség részéről az egyes országokban, hanem alapvető emberi jog. Az elmúlt 5 évben is az volt a célunk az Európai Parlamentben, és egyébként az Európa Tanácsban is, és a Magyar Parlamentben is, hogy a politika világából, ebbe a bizonyos világba, az emberi jogok világába emeljük át a nemzeti önrendelkezés kérdését, és oda hassunk, hogy az állandó jószomszédi politika mindenáron való emlegetése helyett, és az ennek való megfelelési kényszer helyett, illetőleg az Európai Unióba való mindenáron történő besimulás helyett az elszakított területen élő magyarok emberi jogai legyenek az iránytűi Magyarországon, és egyébként az Európai Unióban, Európa Tanácsban is a nemzetpolitikának. Szeretném bemutatni először is egy hosszabb felszólalásomat és az arra adott reakciókat az Európai Parlamentben, ahol elmondom, hogy miért is alapjogi kérdés, miért is emberi jogi kérdés az őshonos nemzeti közösségek jogainak a kérdése. Kérem, hogy ezt nézzék meg, mert nem akarom elismételni a benne szereplőket. És amit kiosztottunk önöknek anyagot, az arról szól, hogy bemutassam, hogy egy-egy ilyen komolyabb felszólalása, amiből sok volt persze, és egyéb írásos munkákkal, amiket majd bemutatok, hogy lehet elérni azt, hogy egy szemléletváltás jöjjön létre az Európai Unióban a nemzeti önrendelkezéssel kapcsolatban. Kérlek, Zoli, hogy akkor indítsd. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Ugye az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban a mai témánk. Alapvető jogok között szerepelnek a hagyományos politikai szabadságjogok. Erről gyakorlatilag egy szó nem volt ma. Mi a helyzet ebben az igen rossz helyzetben lévő Európában, ahol forronganak az emberek, ugye 50%-os munkanélküliség egyes országokban. Mi a helyzet a véleménynyilvánítási szabadsággal, mi a helyzet a gyülekezési joggal. Nagyon kérem, hogy erről is beszéljenek, hiszen ezek azok a hagyományos emberi jogok, amelyekkel a polgárok formálói lehetnének a saját életüknek és a döntéseknek. Bizonyos csoportok jogfosztottságáról természetesen szó volt, ahogy mindig. Mindig szó van az antiszemitizmusról az Európai Unióban, mindig szó van a romák elleni diszkriminációról, mindig szó van a szexuális kisebbségek jogfosztottságáról, de ugyanúgy, mint máskor, most sem volt szó más jogfosztott csoportok helyzetéről, úgyis, mint például az őshonos nemzeti kisebbségeknek a helyzetéről. Tudnak-e a panel résztvevői arról, hogy például a csatlakozási folyamatban már előre haladt Szerbiában rendszeresen vernek magyarokat, csak azért, mert magyarok és mert magyar nyelven beszélnek? Tudnak-e arról, hogy bizonyíthatóan önkényes büntetőeljárásokat folytatnak szintén azért emberek ellen, mert magyarok? Tudnak-e arról, hogy a nemzetközi jogba ütköző módon gyakorlatilag etnikai tisztogatásokat végeznek bizonyos területeken? Hol kapnak ezek az emberek jogvédelmet? Mert úgy tűnik, hogy a csatlakozási folyamatban kizárólag a szexuális kisebbségek jogaival, roma jogokkal foglalkoznak. Kérném szépen, rövidítse le a hozzászólását, mert mindenkit korlátoznunk el időben, másfél percen tehát
feltették minden kérdés feltételesre, és ön már messze menően túlterjedt ezen az időkereten. Helyzet Szlovákiával botrányos volt a petíciós bizottság viselkedése a kettős állampolgársággal összefüggésben, Beneš dekrétumok és a többi. Hasonlóképpen a székely autonómia kérdést elutasították, amikor polgári kezdeményezést akartak indítani. Ki fogja megvédeni ezeknek az embereknek a jogait? Mi a véleményük arról, hova fordulhatnak, hogyan óhatja képviselni az Európai Unió, vagy az Európa Tanács, az őshonos nemzeti kisebbségek, a jogfosztott magyar emberek esetünkben jogvédelmét és helyzetét? Köszönöm. Azt hiszem, hogy a magyar képviselőnő erre utalt. Pontosan erről van szó. Európában létrehoztunk egy egész palettát különféle mechanizmusokból. Attól tartok, hogy nagyon könnyen eltévedünk ebben a labirintusban. A magyar kérdésre visszatérve, a magyar kisebbségek esetében, hogyha ezt szélesebb körben nézzük, azt hiszem, hogy kimaradt a gyűlöletbeszéd kérdés, ez lefedi a magyarokat is. Például tök mindegy, hogy miről beszélünk, legyenek azok LGBT személyek, vagy romák elleni gyűlöletbeszéd, és a gyűlöletbeszédben benne van ugyanúgy és a gyűlölet cselekményekbe benne tartozik az áldozatok közé a magyarok is. És a keretegyezmény összefüggésében nagyon fontosak az úttörő jellegű döntések, hiszen sokféle döntést és kés esetet fognak össze. Sok minden kérdés mellett fel, hogy a fogvatartás hossza, stb. Ez az úttörő jellegű döntéshozatal visszament a KH-hoz, ott tart, ahol a partszakad. Nagyon fontos dolog, hogy mi ezek mögött a logika. Először is van türelmük hallgatni? Vagy politikai akarat nincs. Jó, akkor megállítjuk. Igen, szinte sejtettem. Nem akarok visszaélni a türelmükkel, bár föl sem merül, hogy az itt lévők esetleg valami határozott instrukcióval jöttek volna, hogy kizárólag mondjuk Kovács Gét vagy egyéb ügyekről beszélhetünk, és biztos vagyok benne, hogy önöket is nagyon foglalkoztatja az elszakított területeken élő magyarok jogainak kérdése. Átküldjük majd önöknek, Zolit megkérem, hogy a linket küldje át. És abból a labból, amit odaadtam önöknek, után követhető, hogy ugyanez az alapjogi jelentés, ami ugye minden évben elkészül, hogyan nyilatkozott eddig a nemzeti kisebbségekről, és a 2014. februárjában elfogadott jelentés, ami ugyan a 2012-es helyzetről szól, de a standardokat 2014. februárjában húzták meg, micsoda változást tükröz. És azt gondolom, hogy azoknak a kiszámú képviselőknek, akik harcoltak azért, hogy az őshonos nemzeti közösségek jogait emberi jogokként ismerjék el, a munkája ebben alaposan benne van. Indítsunk el, most már csak egy perces felszólalás következik arról, hogy hogyan lehet az Európai Parlamentben harcolni az elszakított magyar területek jogaiért, és hogyan tettem ezt 5 éven keresztül, és milyen fajta munkát szeretnék folytatni. Nemzeti önrendelkezést, valódi területi autonómiát hasonlóan Dél-Tirolhoz. Emberi jogokat, így a nyelvhasználat jogát, a diszkriminációmentes és bántalmazásmentes élethez való jogot. Ezeket kívánják és követelik a délvidéki vagy vajdasági magyarok, az az őshonos közösség, amely több mint 1000 éve ugyanott él a jelenlegi Szerbia területén, a trianoni gyalázatos békediktátum miatt, de akiknek igazságkövetelését a csatlakozási folyamatban elhallgatja mind a szerb állam, mind a magyar állam, mind a legnagyobb magyar párt, az úgynevezett VMS.
Ezért köszönöm, hogy Füle biztos úr ma egy egyórás beszélgetés keretében fogadta az elhallgattatott délvidéki magyarok üzenetét, azért a 10 civil szervezetét, emberi jogi szervezetét, 4 kisebb pártét, vezető értelmiségiekét, akik eddig nem vehettek részt a szerb csatlakozási folyamatban, de remélem mostantól Füle biztos úr segítségével is nem csak elszenvedői, hanem alakítói is lehetnek az őket érintő döntéseknek. Kérem, és követelem a nevükben azt is, hogy Magyarország vétózza meg a szerb csatlakozást mindaddig, amíg vége nem lesz a tömeges jogsértéseknek a délvidéki magyarsággal szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, itt a Füle biztosra céloztam, ugye Stefán Füle biztossal egy órás megbeszélést folytattunk a délvidéki magyarok helyzetéről. Talán már említettem az elmúlt alkalommal is más összefüggésben, hogy magam is meglepődtem azon, hogy különösen amikor a betelepítésekről volt szó, tehát arról, hogy például tehát elmagyarázták nekem a délvidéki magyarok, amikor a helyszínen jártam egyfajta emberjogi monitorozó körúton, hogy az a helyzet, hogy ugye Koszovóban vannak nagy számban menekültek, megállapodás alapján a szerb államnak őket vissza kell fogadnia, és hova telepítik be, máshova, mint a magyar területekre, de egyébként is más etnikumoknak is a betelepítése folyamatos, ami ugye az emberi jogokat és a nemzetközi jogot durván sértő cselekmény. Ez volt az egyik olyan dolog, amin a csatlakozási biztos láthatóan megdöbbent. Sokan csodálkoztak azon, hogy az aktivizmust vegyítettük a hagyományos politikai tevékenységgel, délvidéki civileket vittünk oda, és jogvédőt is, illetőleg emberi jogokkal foglalkozó jogász, Bozóki Antal személyében, aki könyvet írt a délvidéki magyarok jogairól, és meghallgatás keretében hívtuk oda, illetve bilaterális kétoldalú tárgyalásokat folytattunk különböző országoknak a képviselőivel, akiket felvilágosítottunk arról, hogy a jogfosztottságnak milyen formái léteznek a magyar verésektől kezdve a betelepítéseken át az egyéb jogfosztási módokig, illetőleg az autonómiának egy sokkal szélesebb körét kívánja a délvidéki elhallgattatott és függő helyzetben lévő magyaroknak egy nagy része. Nagyon sikeres volt ez a találkozó sorozat. Ezt mondanám tehát röviden a délvidékkel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy most Kárpátalja következik, bár délvidékről 2 szántam, mert akkor még nem éreztem ennyire. Nekem még mindig megvan az illúzióm, hogy ténylegesen érdekli a sajtó. Tessék? Még egy délvidék? Nem tudjuk átugrani? Akkor Kárpátalja, jó? Köszönöm szépen. Stefán Füle biztos úrnak szeretnék konkrét kérdést feltenni. Érthető, hogy feszültség van a teremben, hiszen nyilván percről percről jönnek Ukrajnából a hírek, és azt kérem, hogy gondoljunk bele, hogyha mi ilyen feszültek vagyunk, milyen feszültek lehetnek azok, akiknek az életük van veszélyben, és Füle úrtól kérdezném, hogy tudja-e, hogy Kárpátalján nem csak több mint 150 ezer magyar honfitársam él, de közülük kb. 50 ezeren magyar állampolgárok, vagyis az Európai Unió állampolgárai. Kérdésem, hogy miközben egyfelől itt alakulnak percről percre az események, másfelől az ukrán helyzetről szóló most tárgyalt jelentés G-pontja Kerek Perec rámutat, hogy etnikai tisztogatással fenyegetőznek egyes szélsőséges erők. Mi az Európai Unió szándéka, hogy kívánják megvédeni azt az 50 ezer Európai Uniós állampolgárt, akik egy tömbben Ukrajna területén élnek? Ezeknek az embereknek nem menekülési lehetőségre van szükségük, amit az anyaország kínál neki, kórházak, menekültáborok, stb. Nem erre van szükség arra, hogy akár fegyveres erővel is megvédje őket az Európai Unió. Mi az elképzelésük ezzel kapcsolatban? Köszönöm. És a sok felmerült kérdés közül én 3-ra térnék ki. Stoyanov úr egy olyan kapcsolatra hivatkozott, aminek én nem vagyok tudatában. Morvai asszonynak azt mondanám, hogy van tervünk, és már egy ideje dolgozunk is ennek a tervnek a megvalósításán.
és megvitatjuk azt, hogy hogyan lehetne strukturális szinten együttműködni Ukrajnával. A figyelmünket a nemzeti kisebbségek jogaira irányítottuk, és azt szeretnénk, hogyha Ukrajna olyan törvényeket fogadna el, amelyek fokozatosan összeegyeztethetővé válnának ezen a területen érvényes európai jogszabályokkal. És nem csak azt szeretnénk, hogyha elfogadnák ezeket a törvényeket, hanem hogyha átültetnék azokat a gyakorlatba. És ebben is igyekszünk kihasználni az összes kapacitásunkat. Azt fejtegette, hogy az európai projektet... No, hát milyen szép újságírói feladat, ugye ennek van aktuálpolitikai vonatkozása is, hogy mondjuk megkeresni az Európai Bizottságot, és hivatkozva Sevá Füle úrnak erre a kijelentésére rákérdezni, hogy akkor pontosan mi is az Európai Unió jelenlegi terve a kárpátaljai magyarok megvédésére, illetőleg jogvédelmére. Mert hogy Orbán Viktort is, hát igyekeznek sakban tartani azzal, hogy de hát lehet, hogy rosszat tesz tulajdonképpen a kárpátaljai magyaroknak azzal, hogyha a jogaikért Magyarország kiáll. Hát hogyan lehetséges az, hogy Európai Uniós állampolgárok, tehát itt ugye ezt hangsúlyoztam, hogy ők az Európai Unió állampolgárai azáltal, hogy magyar állampolgárok, és ugye egy tömbben vannak azokkal is, akik történetesen a bármilyen okból nem vették föl a magyar állampolgárságot, tehát mégiscsak az Európai Uniónak azért interveniálni kellene az ő fizikai védelmükben és megvédésük, tehát jogvédelmük érdekében, és ez talán mégsem egy olyan, nem tudom én, égbe kiáltó vagy felháborító dolog. És akkor tiszteletben tartva a kifejezett akaratukat, hogy azért olyan nagyon hosszan itt ne beszéljek mindenféle európai parlamenti választási kérdésekről. Az ATV-nek akartam is venni egy vekker órát, mert úgy látszik, hogy nagy baj van az időérzékükkel. Rosszalóan mondták be az adásukban, hogy fél órán keresztül vetítettem a saját felszólalásaimat az elmúlt alkalommal. 5 perc alatt volt a felszólásoknak a mennyisége, de bocsássák meg ezt nekem, kérem, hogy európai értékek mentén gondolkodva, én úgy gondolom, hogy egy választási kampány arról szól, hogy az induló pártok, az induló politikai erők, az induló politikusok bemutatják az eddigi európai parlamenti munkájukat, tematizálják a kérdéseket, és világossá teszik, hogy miért fognak küzdeni az európai parlamentben megválasztásuk esetén, és a tisztességes sajtó, a sajtószabadságot valóban tiszteletben tartó sajtó pedig segíti a választópolgárokat abban, hogy erről informálódjanak, és ennek mentén hozzák meg döntésüket. Az már saját lelkiismereti vagy etikai kérdés, hogy ki mennyire tartja magát ehhez. Tehát nem akarok tovább visszaélni a türelmükkel. Egy záró egypercesként a székely autonómia melletti kiállástról szóló felszólalásommal zárnám akkor a bemutatót. Magyarként nem tehettem meg, hogy igennel szavazzak a petíciós bizottság munkájáról szóló jelentésre, annak a petíciós bizottságának a munkájáról, amelyik egyebek mellett gyalázatos módon elutasította a szlovákiai kettős állampolgárság kizárásával kapcsolatos törvénnyel összefüggő petíciót, és ezzel durván sértette a felvidéki magyarok jogait és érdekeit. Mi magyarok kiállunk az elszakított területeinken élő őshonos nemzeti közösségekért. Ennek példája volt tegnap Székelyföldön, Székely zászló alatt több tízezer ember menetelése, demonstrációja, amellyel a székely autonómiát követelték, egyebek mellett európai zöldek támogatását is élvezve, amit ezúton is köszönünk, baszkok és katalánok is kiálltak amellett, amelyet az ENSZ így fogalmazott, minden népnek, minden nemzetnek joga van az önrendelkezéshez. Emberi jogi kérdésről van szó, tehát kérjük és követeljük, hogy az Európai Unió is álljon a székely önrendelkezés mellé. Köszönöm szépen!
A bájtfülűek, bocsánat, még egy kiegészítésre talán észrevették, hogy az előző felszólalásomban a kisebbség szót használtam, amit pedig az őshonos nemzeti közösséget. Több kollégával való konzultációnak az eredménye ez, hogy most már következetesen ezt a szakkifejezést használjuk, tehát őshonos nemzeti közösségek, mert az Európai Unió számára ugye a kisebbség szó elsősorban ugye a szexuális kisebbségeknek van fenntartva, a roma közösségnek van fenntartva, és még ennél is inkább ugye a migránsoknak, tehát a bevándorlóknak, akik ugye frissen érkeznek egy adott országba. Szeretnénk világossá tenni, hogy sajátos igényeik és sajátos jogaik vannak az őshonos nemzeti közösségnek, akik más területen, jelenleg más országban, más államban élnek ugye a béke diktátumok következtében, mint amelybe beleszülettek, ugye anélkül, hogy elköltöztek volna, tehát az őshonosság és az őshonos nemzeti közösség fogalmát akarjuk hát egyértelművé tenni, súlykolni és megértetni folyamatosan az Európai Unióban, illetőleg az Európa Tanácsban. Azon szerkesztők számára, akiket mélyebben érdekel a téma, elhoztam a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal rendeztünk egy konferenciát, amelynek a címe az volt, hogy Magyar Önrendelkezés, Emberi Jogok és Jogvédelem a Kárpát-medencében, konferencia a trianoni diktátum 93. évfordulóján. Ez a konferencia most elmúlt június 4-én volt, és december 10-én az Emberi Jogok világnapján adtuk ki ezt a kötetet. Nagyon sok érdekes tanulmány van benne, amelyből akár aktuálpolitikából is az igényes újságíró fel tud készülni, hogyha tényleg képbe akar lenni arról, hogy mi is az, hogy nemzeti önrendelkezés, mi is az, hogy autonómia, mi az, hogy területi autonómia, egyéb autonómia, Kárpátalja kérdése, és a többi. Tehát ajánlom önöknek szeretettel, és majd Zoli kérem, hogy segítsen kiosztani. És akkor ezek után várom a esetleges kérdéseket. Igen, tessék. Kadarkai Endre, Echo Televízió. Orbán Viktor kijelentésére kapcsolódva a Jobbik, hogy látja, mit tehet Kárpátalja ügyében most a magyar kormány? Vagy megfordítom, ha Jobbik kormányozza, mit tenni? Hát erre is azt hiszem, hogy részben megadtam a választ. Úgy gondolom, hogy még sokkal jobban kellene súlykolni azt, hogy itt Európai Uniós polgárokról van szó, az Európai Unió polgárairól, mint magyar állampolgárok. Az Európai Uniót is be kellene vonni a diskurzusba, és a jog érvényesítésbe. Tehát abba a vonulatba, amit úgy látom, hogy most elég jól, hogy mondjam, visz a miniszterelnök. Nagyon örültünk egyébként annak, hogy volt érdeklődés az ő kabinetje részéről is, amikor megjelent ez a kötet, akkor már másnap kaptunk telefont, hogy a miniszterelnöki kabinet szeretne belőle egy példányt, és nagyon eredményesnek látjuk azt, hogy tényleg ez a jogvédő vonal a miniszter elnökségben is úgy tűnik, hogy erőteljessé vált, ugye az ilyen politikai vonallal szemben. Tehát két alapvető javaslatom van, az egyik a jogvédő vonal, tehát hogy itt jogokról van szó, alapvető emberi jogi kérdésekről, hiszen ez a fajta vonalvezetés, ez támadhatatlan. Ugye az ENSZ, Európai Unió, Európa Tanács és a többi az emberi jogokat központi értékként kezeli. És hogy itt nem valamiféle delikát politikai kérdésről van szó, hanem nemzetközi egyezményekben rögzített emberi jogokról, amelyekkel kapcsolatban nem kíván többet a magyar kormány, hanem csupán azoknak a következetes érvényesítését. A másik, amit javasolnék, jobban tudatosítani, hogy Európai Uniós állampolgárokról van szó Kárpátalja esetében, ugye 50 ezer Európai Uniós állampolgár él ott egy tömbben, az Európai Uniónak felelőssége van ezeknek az embereknek a jogvédelméért minden vonatkozásban, tehát tessék bevonni, akár nem tudom, hivatalban van-e még egy pár napig ugye Füle biztos úr, és a többi, tehát az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenti képviselőtársaim, például a kormánypártiak is tessék elkezdeni nyomást gyakorolni az Európai Unióra, hogy vegyék komolyan azokat a bizonyos közös európai értékeket, amelyekről annyit beszélünk, és az emberi jogok ilyenek. Ez a javaslatom. Más kérdéses, Boldog Judit, hát én egyre a dolgokat kapcsán szeretném kérdezni. Hőszer Lajos egy interjúban azt nyilatkozta, hogy bizonyos értelemben mindig jelen szóval a Jobbikra, az Oroszországot irányítják. Mi erről a véleményünk?
Hát először is az a véleményem, hogy csodálkozom azon, hogy az ATV egyfajta ugye intellektuális televíziónak állítja be magát, az értelmiség televíziójának. Ehhez képest ön is most egy teljesen ide nem illő és a sajtótájékoztató témájával, ami egyébként fél órán keresztül meggyőződésem szerint egy elég érdekes emberi jogi kérdést feszeget és közelít meg. Ön nem erről kérdez, hanem egy meghallgatott független országgyűlési képviselőnek, aki nyilván tele van haraggal és gyűlölettel általam nem ismert okokból a Jobbik iránt, a kijelentéséről, és erről kéri az én megnyilatkozásomat. Hogyha megnézi szerkesztőasszony, hogy az ATV nézői az én életutamat, az, hogy hogy álltam ki mindig az emberi méltóság és az emberi jogok védelme mellett, akkor azt gondolom, hogy nem feltételezik, hogy én egy olyan pártnak a felkérését fogadtam volna el párton kívüliként az európai parlamenti lista vezetésre és európai parlamenti képviseletre, amelyikről úgy gondolom, hogy a megfogalmazott vádak igazak lennének vele kapcsolatban. Ennyit tudok mondani. Köszönöm. Miért sem, hogy a televízió, én is Kovács véleményéről kérdezném ezzel. Több kérdésem is lenne. Egyrészt, ugye most a vádakat mondta, hogy ugye, azért meg kell alapozni, tehát az ártatlanság vélelme megillet mindenkit. Ebben nincs véleménykülönbség köztünk. Volt-e egyébként a pártban a sajtóírek megjelenése után esetleg javaslat arról, hogy visszaléptessék Kovács Bélát ugye az EP listáról. Egyáltalán lehet-e tudni azt, hogy egyáltalán az ő jelöltségét kitámogatta, tud erről valamit, hiszen ugye Kovács Béla erről életéről, hogy az elmúlt napok fényében nem sok mindent lehet tudni, ez nem bármi kérdés. Én sokat tudok Kovács Béla előéletéről, hiszen éveken át együtt ültünk az Európai Parlamentben. Kerültem olyan helyzetbe például, hogy több nyugat-európai állampolgárságú képviselőtársunkkal mentünk ki autóval a repülőtérre, és fölcsillant a szemük, amikor Kovács Béla neve került szóba. Elmondták, hogy milyen kiváló szakember, hiszen ő egy nagyon jó nevű képviselő, nagyon fontos szerepet kapott az Európai Parlamentben, az Európai Parlament és Oroszország közötti energia ügyekért felelős bizottságnak a társelnöke. Azt hiszem, hogy tényleg az 50-es évekbe illő nyelvezet az, amikor azzal vádolják őt, hogy rendszeresen jár Oroszországba. Az lenne a furcsa, hogyha nem járna ebben a pozícióban Oroszországba. Mondom, én szívesen tudnék meg többet arról, hogy a Fidesz milyen körülmények között járt Oroszországba a paksi, máig nem ismert feltételrendszerű szerződést előkészíteni, de ugye most nem a Fideszről beszélünk, hiszen nincs olyan televízió, amelyik megtehetné azt, hogy ennek a kérdéskörnek ugye bővebben utána néz, tehát én ennyit tudok Béla előéletéről, elismert képviselőről van szó, több jelentése, szakmai jelentése a bizottsági tagságával összefüggésben, tehát az ipari bizottságban van ő, elfogadást nyert, amiből ugye jogszabály lett, tehát szakmai munkát végez, elismert képviselő, és mint büntetőjogász rendkívüli módon föl vagyok háborodva azon, ami folyik, hiszen egy büntető eljárásról van szó, amelyben az égvilágon minden titkos, amelyben ugye nincs lehetőség még az érdemi védekezésre sem, és hát osztom azoknak a szakmai álláspontját, akik a televízióban is, bár volt köztük olyan, aki láthatóan, hogy ahogy tolvajnyelven mondják, be lett fenyegetve, mert tegnap már egész más mondott, mint ma, ugye, név nélkül mondom, hogy Gászécsi úrra célzok, aki ugye tegnap még egyértelművé tette, hogy szakmailag egy nonsens, amiről itt szó van, hiszen hogyha valaki kémkedik, de azt hiszem, hogyha a szomszéd Mari nénit megkérdezem, hogy hát mi a vélemény erről az esetről, akkor, hogy ha csak nincs teljesen eltorzítva már a média által a gondolkodás, akkor azt mondja, hogy hát azért van itt valami furcsaság, hogy valaki kémkedik, és akkor azt egy éven keresztül figyelik, és hagyják, hogy kémkedjen, és most felszínre hozzák, ugye érdekes módon a választások előtt egy héttel ezt a kémkedési ügyet, a diplomata útlevele még ugye változatlanul nála van, a mentelmi jogát még legalább hónapokig nem fogják tudni felfüggeszteni, közben ugye kémkedhet tovább, ha annyira szeretne, illetőleg a bizonyítékokat megsemmisítheti, tehát ez egy teljes nonsens, és azt hiszem, hogy nagyon fájó déjà vu érzésük, ugye láttam már ilyen érzésük van azoknak az embereknek, akik az 50-es években már felnőttek voltak, és
és olyan híradásokat hallottak folyamatosan, amelyeket önök most szerkesztőként szíveskednek az emberek rendelkezésére bocsátani. Megint csak hangsúlyoznám, az összefüggés az, hogy egy héttel a választás előtt történik. Ez nem lehet véletlen, és rendkívüli módon korlátozza azokat az emberi jogokat, amelyeket úgy neveznek, hogy sajtószabadság, ezen belül az információhoz jutás szabadsága, illetőleg a választás szabadsága. Tessék! Csak akkor, ha a kérdésem is legyen az, hogy válaszol, akkor felmerült az, hogy visszahívják a Kovács Bélát egy héttel a Ez a pártnak a hatáskörébe tartozik, tehát én nem vagyok párttag, de a sajtóból tudom, hogy természetesen nem merült föl, hogy visszahívják. Azt hiszem, hogy én is nagyon furcsán érezném magam, hogyha egy olyan pártnak a listavezetője lennék, amelyik egy mondva csinált, számomra gyalázatosnak tűnő 50-es éveket idézőjelbe büntető eljárás kapcsán visszahív valakit. És azt hiszem, hogy azoknak az embereknek, akik eddig bizonytalanok voltak, vagy pedig ez az eset esetleg kinyitja a szemüket, ez egy üzenet arra, hogy igenis el kell menni, és a Jobbikra kell szavazni azért, hogy megmutassák a magyar emberek, hogy ezt az utat visszautasítják, itt nem lesz még egyszer 50-es évek, egyszer elég volt, és igenis vissza akarják Magyarországot a normális mederbe irányítani, ami a szabadságjogokat illeti. Kétségtelen tény és való, hogy eddig sem voltak rózsás helyzetben a szabadságjogok, de azt gondolom, hogy eddig és ne tovább, és ezt az emberek azzal tudják kifejezni, ha elmennek a választásra, és a Jobbikra teszik az X-et. Mondta, hogy ő az előillető, úgy de beszéltem több képviselőtársakat az Európai Parlamentben, az ezt megelőző tevékenységről tud-e valami tovább, hogy az hogy annyian az önök az ember 95-től 2000-től az államok lehet, hogy vezető volt. Erről tud-e valami egyáltalán foglalkozott ezzel, hogy ki javasolt a Jobbik elkülésnél, ezekkel foglalkoztak el ezeknek. Nem tudok arról, hogy milyen döntési mechanizmuson megy át a pártokban, akár a Fideszben, akár a Jobbikban az, hogy kit neveznek ki a lista vezetőjévé, illetve tagjaivá. Olyan jó lenne például, én nagyon kedvelem Pesznyék Gál Ildikó, de milyen jó lenne, hogyha olyan lista vezető lenne, aki kimer állni, vitázni, összemeri mérni az értékrendeket és a programokat. Tehát az, hogy miért pont olyan tagjai vannak egy választási listának, amilyenek, ez ugye pártügy, amiben én nem rendelkezem ismeretanyaggal. Azt hittem, hogy odáig akar visszamenni az előéletben szerkesztő úr, hogy Moszkvában végzett, mint mondjuk a Magyar Nemzetnek számos vezető munkatársa. Ugye Béla erről már nyilatkozott, én a helyében biztos már kiadnék egy névsort arról, hogy a magát nemzetinek való oldal sajtója és egyéb szervei részéről kik végeztek ugye vele együtt Moszkvában. Tehát az előéletéről egyebekben nem tudok, és gondolom ez az egy mondat, ami majd a Hír TV híradójában lejön. És egy utolsó kérdés, azokkal a véleményekkel, vagy osztja a Kovács Bélához azokat a kijelentéseit, amelyeket azzal kapcsolatban, tehát hogy a KGST tisztességesebben működött, mint az Európai Unió, és hogy visszautasított a korábban nyilatkozataiban azt, hogy uniós tisztségviselő fenyegessék meg például őt Oroszországhoz fűződő viszonyába kapcsolatban ezeket. Hát arról, hogy az Európai Uniónál tisztességesebben viselkedett a KGST, azt hiszem, hogy azokat a magyar embereket kellene megkérdezni, akikkel én folyamatosan és rendszeresen találkozom, például lakossági fórumokon, engedje meg szerkesztő úr, hogy akkor válaszoljak az ön kérdésére, azoktól a gyári munkásoktól, akiket a gyárakból, üzemekből egyik napról a másikra utcára tettek, mert az eltársak ugye egymás között leprivatizálták ezeket a gyárakat, üzemeket, ahol igenis azért normális, színvonalas dolgokat állítottak elő, autóbuszt, kalapot, ruhát, táskát, cipőt és a többi, vagy azokat kellene megkérdezni, akik a szétvert termelőszövetkezetekben találtak megélhetésre, ugye a földet szintén leprivatizálták egymás között, különböző bankárok szétosztogatták, és a többi. El tudom képzelni, csináljunk erről egy népszavazást, vagy hát egy közvéleménykutatást, ugye, hogy azért a jogi összefüggésekben ne gyalogoljak bele, hiszen népszavazás nem akármiről, de véleménykutatást javaslok akkor erről, hogy a KGST vagy az Európai Unió volt tisztességesebb a magyar emberek szempontjából. Az lehet, hogy vannak olyan nagy tőkések, akik mást fognak válaszolni, mint amit a
munkások, kisvállalkozók, kisgazdák, de hallgassuk meg az ő véleményüket is, ez erre a válaszom. Tehát nem mondott olyan égbe kiáltó dolgot ezzel Kovács Béla. És lassan most már ideje lenne lebontani ezeket az alapvető európai értékeket, mint demokrácia, szólásszabadság, megint csak mondom, szabad választás, hiszen a szabad választásokon az emberek különböző értékrenddel rendelkező politikai erőket és politikusokat választanak meg. Milyen alapon indítanak valakivel szemben büntető eljárást, és szorítják minden vonatkozásban a sarokban azért, a sarokba, mert történetesen más álláspontja van az Európai Unió és más országok külkapcsolatairól, külpolitikai, gazdasági kapcsolatairól, és a többi. Mikor indultak büntető eljárások azzal összefüggésben, hogy ugye a Snowden által kiszivárogtatott információk alapján az Egyesült Államok nem csak sok-sok-sok millió európai magánembert hallgatott le és figyelt meg, hanem megfigyelte például az Európai Uniót, a szabadkereskedelmi tárgyalásoktól kezdve mindent, tehát amikor az Európai Unió tárgyalt az USA és az EU közötti szabadkereskedelmi egyezményről, akkor is nagy valószínűséggel ugye minden helyiség be volt poloskázva. Kérdem én, hogy a tényfeltáró újságírók Magyarországon és az Európai Unióban mikor fognak ezzel foglalkozni? Úgy gondolom, hogy ezzel alig ha foglalkoztak, hogyha a köpés gét ötödét szánnák rá arra, hogy ezt a kérdést megnézzék, hogy mi is volt ez a Snowden ügy? Olyan nagy hallgatás volt róla Magyarországon. Mit is csinált az Egyesült Államok titkosszolgálata? Mely angol és más európai titkosszolgálatokkal jártak ők kéz a kézben? Ki itt akkor a kém? Ennyit tudok válaszolni a kérdésére, szerkesztő úr. Tessék parancsolni. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmet, a könyvekből vegyenek, és találkozunk a jövő héten, amikor a női jogok lesz az első téma, tehát női jogok, mint emberi jogok és az Európai Unió. Köszönöm.